Te egész életedben Alföldi Robinak készültél? Igen. Színésznek A... és rendezőnek? Igen. A Szentesi Orvát Milyen Gimnáziumban, ugye mint minden gimnáziumban készült tabló. És akkor mi azt találtuk ki az osztályjal, hogy olyan tablónk lesz, mint egy ilyen színházi színlap. És akkor nekem az van a második emeleten a tablombra, hogy Alföldi Robert szerepében Alföldi Robert. <laughs> hogy eltaláltam, pedig erről tényleg nem tudtam. Igen? igen? És szisztematikusan, vagy ösztönösen lettél az, aki lettél? Tehát mennyire volt ebben tudatosság? Nyilván egy idő után igen. De amikor kiválasztod ezt a szakmát, vagy kiválasztod ezt a irányultságot, akkor valószínűleg még az ösztön munkált benned, nem? Én valamitől tudtam, hogy ezt akarom csinálni, nem tudom megmondani, miért. Hány évesen? Négy. Öt. Na akkor énekeltél, vagy táncoltál? Nem, vagy mi? Szín, közöltem, hogy én színészek akarok lenni. És amikor az ovi -ban elvették a róka szerepét a Róka és a két medve medvebocs című mesejátékban, mert valami rosszat csináltam. Tehát <coughs> a róka és elveték a róka elvették a szerepét. Ezért, én nem emlékszem rá, anyukám meséli, hogy egy hétig nem keltem ki az ágyból. És mm -hmm. akkor persze visszakaptam a róka szerepét. De Nem ezért feküdtem az ágyban, hanem mert összeomlottam. Én valamiért tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Én valamiért, tud, én valamiért tudtam ezt az életet, amit én most élek.